Joan West már hozzászokott a fájdalomhoz, amit a fia elvesztése okozott 2013. szeptemberében. Greg már jó ideje beteg volt, aztán elaludt, és az úrhoz költözött. Nagyon nehéz volt elviselnem. Mindig mindent együtt csináltunk, aztán egyszer csak hirtelen magányos lettem. Valahányszor csak eszembe jutott, egyre nehezebb és nehezebb volt. Egy kis idő múlva már mérges is voltam, és elkezdtem lázasan dolgozni a házunkon, hogy elfelejtsem és kizárjam a gondolataimból. Sokszor kérdőre vontam Istent. Tudni akartam, hogy miért. Nem gondoltam volna, hogy mindez fizikailag is hathat rám. Most már tudom, hogy így volt. A fizikai fájdalom fél évvel később jelentkezett a ház körüli munkák közben. Egyszer csak szörnyű fájdalom hasított a nyakamba. Bementem a házba, és megpróbáltam megmozdítani a fejemet, de nem ment. Olyan merev volt, hogy alig tudtam valamit csinálni. Nem tudtam vezetni vagy beszélgetni, és persze még mindig keserű és mérges voltam. Rájöttem, hogy mindezek nagyon mélyen befészkelték magukat a szívembe, észre sem vettem, milyen mélyen. A fájdalma nem szűnt meg, de egy kontrollvizsgálat előtti este nagy meglepetés érte. Pat Robertson 700-as klub című műsorához kapcsoltam, ahol éppen imádkoztak. Pat pont arról beszélt, hogy van valaki, akinek problémái vannak a nyakával. Valahogy megrándult a nyaka, és hirtelen jövő fejfájások is gyötrik, de minden rendbe jön. Csak tegye a kezét a nyakára, a Jézus nevében ön meggyógyul. Tudtam, hogy rólam beszél, és hogy Isten adta neki ezt az üzenetet. Hálát adtam Istennek. Mondta, hogy tegyem a nyakamra a kezem. A Jézus nevében. Amen. Éreztem a gyógyulást, melegség járt át mindenütt. Megráztam a fejem, és azt mondtam, meggyógyultam. Meggyógyultam. És a fejemet azonnal tudtam mozgatni. Azóta sem volt vele semmi baj. És tudom, hogy azért történt mindez, mert a mindenható Isten aznap este meglátogatott. Az egyik meggyógyított fájdalom felszínre hozta a másikat. A gyógyulás nem csak a nyakamat érintette, hanem elérte a szívemet is. Mert a fájdalomtól és bánattól, amitől addig szenvedtem, egy pillanat alatt meggyógyított. Csoda volt, ahogy a szomorúságból is kigyógyultam. Ő a mindenem. Jézus a mindenem.